Szabó Magda, az Ajtó című világhírű regénye ihlette azt a fotópályázatot, melyet az Európa Kulturális Fővárosa Debrecen 2023 programiroda hirdetett meg, először profi, majd amatőr fotósok számára, Debreceni Ajtók címmel. A sátoraljogi helyi tárlaton azok a fotók láthatóak, melyeket az amatőr fotósok számára meghirdetett pályázaton a szakmai zsűri legjobbaknak ítélt meg. Én egy amatőr fotós vagyok, és hát ez egyfajta hobbim, és hát próbálok egy picit másképpen fotózni, és pont ez egy szabadon értelmezhető téma volt, amit hát így meg tudtam fogni, illetve egyébként igazából ez a két fotó megvolt már, és úgy gondoltam, hogy ez az a témakör, amire beadhatom is, és beadtam, és örültem neki, hogy beadhatom, és úgymond meglett a fotónak a helye. A fotópályázatot a debreceni születésű Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából hívta életre a programiroda. Debrecenben a Csokonai Színházban éppen az Ajtók című darabot játszották, amikor az egyik előadás után Kubik Annával és a többi szereplővel ültünk le beszélgetni. És az ő gondolatai kapcsán merült az föl, hogy miért is ne lehetne meghirdetni Debrecenben egy olyan pályázatot, amelynek a témája a debreceni ajtók. Nyilván Szabó Magda születésének a centenáriuma adja az ötletét, de mégis kinyitjuk egy kicsit ezt a témát, és megnézni azt, hogy fotóművészek vagy a fotográfia iránt érdeklődők körében milyen gondolatiságot ébreszt az, hogy hova, ki, milyen ajtót tud nyitni. A fotópályázatra olyan alkotásokat vártak, melyeket az írónő az Ajtó című regénye ihletett, és melyek a regényhez hasonlóan bemutatják az ajtó mögött megbújó egyéni, családi történetet, egy rejtett világot, és melyek bemutatják Debrecen, a debreceni ajtók szellemiségét. Debreceniek egy zártabb, olyan introvertáltabb személyiségek lehetnek a városépítkezés szerint. Tehát ők befele élnek. Úgy épülnek az utcák is, ugye, hogy zárt kapualjak, kerítések vannak, magasan záródó kapuk vannak, ami elzárja a tekintetet a belső térből. Tehát az emberek bejönnek a kapun, bezárkóznak és a belső világukba élnek. A kiállítás jól érzékelteti, hogy az ajtók hogyan nyitnak utat egy másik világba. A Debreceni Ajtók című tárlat szeptember 8-ig látható az Emplén Galériában.